Köszöntöm a nézőnket, szervusztok! Ez itt a nyári partizán. El kellett hagynunk a stúdiónkat, úgyhogy most egy lakásba vonultunk át, hogy itt készítsük el azokat az adásokat, amelyek a nyári szeretünk alatt is megpróbálunk időről időre jelentkezni a számotokra. A mai vendégem néhány hónappal ezelőtt a partizán jelentette be azt, hogy reaktiválja magát a közéletben, megérkezett a YouTube-ra, azóta a sikeres csatornát épített fel, és most újabb akcióba lendül majd, hogy pontosan mivel készül Juhász Péter, mert hogy ő a vendégem, azt ő fogja személyesen elmondani. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! Hát és akkor szervusz, Juhi, nem mondom azt, hogy köszöntelek a stúdiónkban, de minden esetre köszöntelek a csatornán. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek ismét. Juhi, mi történt fel az elmúlt nagyjából 2-2 kettő, kettő és 3-4 hónap, nem tudom pontosan amikor volt, amikor utoljára voltál nálunk. Hogy érzed most magad, mi a helyzet a csatornáddal? Van az már több is, de kiszámolja, ahogy szokták mondani. Hát elindult az a csatorna, amiről akkor beszélgettünk. Én mindig elégedetlen vagyok, kívülről hál' olyan jelzéseket kapok, hogy mások elégedettek azon megy. Én tartalomban is szeretnék még fejleszteni, illetve technikailag, hát irreális volt a kezdésünk, ahogy összeállt, teljesen másnak képzeltem én el az indulást annak idején. Én azt, hogy le fogok rakni egy telefont magam elé, elkezdek beszélni bele, és valaki segít megvágni ezt az anyagot, és ennyi. Ehhez képest hát viszonylag hamar elkezdtek gyűlni és gyűlni azok a segítő kezek, fejek, emberek, akik különböző dolgokban támogatták ezt a munkát, és kialakult gyakorlatilag egy csapat körülöttem, vagy a csatorna körül, akikkel most már szervezetten zajlik a videó most már mondjuk úgy, hogy stabil támogatóink vannak, akik segítenek a finanszírozásba, és hát rengeteg jelentkeztek különböző egyéb ötletekkel, ilyen az is, amiről majd mindjárt beszélni fogunk, ez a bűnlajstrom létrehozása, hogy miket lehetne még tenni. Nagyjából itt tartok, én jól érzem magam a bőrömben, mert én egy valamit határoztam el, és ezzel talán meg is előzöm egy kérdést, tehát, hogy nem, nem szeretnék visszatérni a politikába, viszont szeretném segíteni az összellenzéket abban, hogy az Orbán rendszert leváltsuk. Tehát én civil állampolgárként, állampolgárként képzelem az életem, nem szeretnék semmiféle pártpolitikai térbe bekerülni És ismét. jelentett, hogy bármilyen reménykedés a kapcsolat, hogy 22-es választáskont, ott leszel valamely szavazó lapon, az megalapozatlan. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy megalapozatlan, de ezt a múltkor is azt mondtam, hogy. Előválasztás most mindusz, nem, 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 nem tervezek van ilyet. Van olyan jelölt, akit kifejezetten támogatsz? Ezeket személyes uh, ismerettségek alapján tudnék ilyet mondani, tehát uh, nincs olyan kör, akiket én azt mondanám, hogy uh, előrébb helyeznék másoknál. Uh, vannak nyilván olyan személyes ismerőseim, akiket uh, nagyon örülök, hogyha ők kerülnek be, mert láttam és végigkövetem a munkájukat. De lesz-e konkrét ilyen személy, akit támogatsz majd? Hogy tehát hogy mit tett támogatás alatt? Akár te... még felszólítod a követőt, hogy őt válasszák adott esetben az előválasztáson, no. kiállsz mellette, egy másik jelöltel szemben favorizálod, ilyesmi. Lesznek ilyenek, szerintem én az bátran elmerem mondani, hogy az Zoltánt mondjuk mindig támogatni fogom, függetlenül attól, hogy előválasztáson indul, és függetlenül attól, hogy megnyeri az előválasztást. Hatházi kontra a Tócsaba, de ezt eszmecben... egyértelműen kell Állás foglalsz, az hogy azt mondott, erben, hogy... én nagyon határozottan állás ha kell, de ezek, ezt mondom, hogy konkrét személyekről beszélünk. Igen, hatházi Ákos támogatom, hogyha ez a kérdésként felmerül, vagy bárki megkérdezni. Örülök, hogy megkérdezted, mondhatnám, de magamtól nem készítenék videót, amiben nem tudom, házi Ákos politikai Fontos, Fontosnak tartom e tekintetben, már csak azért hogy kiderülnek ilyenek, hogy a pártok azok mennyire mutyiznak a háttérben, vagy mennyire valóban szabad ez az előválasztás. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen körzetben például Hatházi és Tócsaba a vonalán, tehát ez számomra vállalhatatlan választás lenne Tócsaba ebben a körben, és én nem mondom, hogy meglepődöm, amikor pártok mögé állnak, mert értem a logikájukat, de megvetem. Na ez az, amiért nem szeretnék pártpolitikai térbe bekerülni, mert ettől óckodtam mindig is. De ja, ettől óckodsz, akkor miért tartott az fontosnak azt, hogy mégis az összellenzék szekerét ilyen értelemben told, vagy segíts haladni? Mert valamitől még jobban óckodom, az pedig egy diktatórikus, erőszakos berendezkedés, amit Orbán épített fel. Tehát, hogy az összellenzékkel én ma sokkal, sokkal elégedettebb vagyok, mint bármelyik ellenzéki pártól külön lennék valószínűleg, és pont azért, mert azt remélem, hogy egy demokratikus intézményrendszert fognak felállítani, ha kell kényszerből, mert egymást kontrollálni akarják, és ez nekem választónak egy sokkal jobb helyzet, mint... Nekem Juhász Péter választónak, biztos van, aki elkötelezett valamelyik párt irányába, én nem. De aki nem elkötelezett, annak szerintem ez egy felmentő helyzet, hogy tud az egészre egybe szavazni, mert garanciát láthat arra, hogy egymást kontrollálják ezek a pártok. Egyik sem tud szabadulhat el, mert a többi visszafogja. De nyilván a, nem tudom, most direkt hadd nem mondjak neveket, a szélsőséges nem tud annyira szélsőséges lenni, az annyira, nem tudom, Fidesz-el paktáló nem tud a Fidesz-el paktálni, mindenhol kontroll lesz beépítve, automatikusan, hiszen egymásra is figyelnek. Aztán persze itt van a kivétel erősíti a szabályt, túl a hatázi esete. Nem, de Jánbor András ugyanígy kiemelném, akit ilyen értelemben akár mondhatjuk, hogy támogattam, és hiszen a tüntetést, amit ő jelentett be a Fudan Egyetem ellen, vagy azt megakadályozandó, ott voltam élőben, jelentkeztem, hogy beszélgettem vele. a a te jelölted az ellenzéki oldalon, Jánbor András? De nincs én jelöltem, vagy kinek jelöltje ilyen értem, én nem ott élek. Tehát, nem te az ott szavaznál, akkor te szavaznál? igen, igen. De ez is megint személyes dolog abban az értelemben, ő se párt indul, hanem egy civil közösség színében, és mondom, ott is a személyes ismerettség, láttam Jánbor András munkáját, végig kísértem gyakorlatilag, ami ott a mércét megalapította, hiteles ember, tehát az erről szól nekem, és ezzel nem azt látom, hogy többiek nem azok, hanem biztos vagyok benne, hogy ő jó munkát végez végzett és végezni fog, hogy Lenint is beújítaná. Hát azért három-négy endorsementet kihúztam belőle, de azért ez már legalább valami mainstream címlap lesz a videó után. Juhi, milyen tapasztalatod van a videósként? Mert korábban is videóztál, nyilván a 18-os kampányban emblematikus volt az a amiben egy Orbán papírmasé figurával mentél végig az országon, de mégis azért azt politikusként tetted. Mit jelent számodra az, hogy te most egy youtuber vagy? Hát mondom, nekem a közösségi létbe való visszacsatornázás, de alsó lángon, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát pont, hogy ki tudjam kerülni a, a, azt a fajta aktivitást, ami a pártpolitikai tér, de mindenképp tegyek hozzá össztársadalmi értelemben a helyzetünkhöz, vagy az ország sorsának alakulásához, már ezért keresem a szavakat, mert nem akarok ilyen hogy mondjam, szóvirágokkal élni, de valójában arról szól, hogy a demokráciát gyakorolni kell minden nap, és én azt gondolom, hogy ebben nekem más a helyzetem egy átlagemberhez képest, mert többen figyelnek oda talán a szavamra, mert ismertebb vagyok az elmúlt, nem tudom, 10-15-20 évemből fakadóan. Ezért nekem egy alkalmas eszköz erre az is, hogy egy YouTube csatornán felhívjam különböző ügyekre a figyelmet, nem véletlenül elkezdtem arra koncentrálni alapvetően, hogy vidéki ügyeket mozgassak vagy tárjak föl, mert azt látom, hogy Budapesten azért sokkal jobb az elérése a különböző témáknak. Most nem tudom, hogy ez így értetően mondat, de, de sokkal kevésbé figyelünk arra, hogy vidéken a kis királyok azok mit művelnek mert az az igazán észbontó és irreális, azt hiszem, amikor egy lötil kúriáról beszélünk, vagy nem tudom, tényleg arról csak ilyen, most egy utolsó pici, inci-vinci ügy, hogy hogy buszhasztatnak el agrár támogatásra szánt pénzeket azért, hogy kecskeméten hozzanak meg döntéseket, és ezért nem tudom, évek óta több tízmillió forintot, forintot költ a kormányzat arra, hogy buszoztasson embereket, hogy ott döntsenek valamiről, miközben budapesti lakosokról, budapesti munkavállalókról beszélünk, és naponta leviszik őket Kecskemétre, hogy elmondhassák, hogy a kormányzat szintere Kecskemét is. Ezek... a lényeg, hogy a két ügy ugye nem passzolt olyan értelemben, hogy a vidéki kis királyok leleplezése azt szerintem legalább olyan fontos. Én azt hiszem, hogy a vidéki emberek ügyeivel talán kevésbé foglalkoznak általában a, a médiában is, már amennyi maradt belőle. Tehát én most leginkább erre akarnék koncentrálni magamtól is. Beszéljünk egy picit a magánéletedről is, már csak azért is, mert ez egy nyári adás, részben ezért, részben pedig azért, mert hogy Bármennyire is egyébként mindenki a híveit közül tisztában van vele, hogy egy rendkívül mocskos és lejárató kampány fogalmazódott meg veled szemben, a családoddal szemben, de nagyon volt más, amire emlékezhetnek, ezért szerintem érdemes az ilyen büszkeségekre fölhívni a figyelmet, hogy neked a két fiad az Barca, pontosan akadémista, jól mondom? Jó, ez, de ez, én, bocsánat, nem akarom kisebbíteni az érdemeiket, mert ez hihetetlen jól. Tehát, á, tőlem rendkívül távol áll a foci. Tőlem még tudom, annyira is, van tehát van hogy menteltes. ez nem kérdés, tehát nem, nem mondani az alapszabályokat sem, de még laikusként is azt gondolom, hogy, hogy barszalkodémistának lenni, ha mi ifjúsági keretben, azért mondani, az egy, az egy dolog. Na hát most ez ezt nem de, Erre mondom, segíteni. hogy a világért nem akarom kisebbíteni az érdemeiket. Én sokkal inkább helyezem arra hangsúlyt, hogy rendkívül tehetségesek, tehát hogy nagyon jól jó fociznak. Ők a Barca Akadémián belül a kiemelt tehetségek csoportban játszanak. Mind a ketten, ugye egy 9 és egy 11 éves, most plusz minusz, tehát 8 és fél, és egy 11 és fél, fél éves gyerekről beszélünk. Kapunk belül vannak akkor már ilyen értelme e, nem? Tehát, hogy tehát én, hát most figyelj, az beszéltem meg, ugye, pont, belőle? hogy azért lassan azért gyúljon arra, hogy majd menő focisták lesznek, de tényleg azok. Szerintem itt nem a Barca az első legfontosabb, legalábbis nekem, mint az apjuk, hanem hogy is, tehetségesek is élvezik. Én mellette persze, ahogy mondtad te, hogy távol állt a foci, tőlem is, tehát én nekem az, hogy messzi, az konkrétan azért van így a, nem tudom, radaromon, mert a gyerekeim elkezdtek focizni, és mondták, hogy messzi, és akkor én nekem meg kellett néznem, ki az a messzi, tehát én innen indultam, és akkor megtaláltam a ronaldinho mint aki még jobb merő, látom, hogy élvezi a játékot, és erre próbálom mindig felhívni a figyelmüket. Is tudom, a ronaldinho az egy másik volt. De én az, arról beszélek. A beszélek. Én a ronaldinho beszélek, jó. mert a Ronaldóról megint más gondolok, de itt most meg is álltjuk a tudásról. <laughs> Focisták felsorolása van. Jó, ez mi ma a, a tökéletes lesz, hogy nyugaton a, a, a kommentelőt is megírhatják majd. De nem, fiatal, ez az egy nagy elég, tovább, tehát, nem, fie, még, a, fie, a választáson nem is, de mondjuk, hogyha ezzel itt tényleg elég tételt vesz Orbánon, szerintem ez nagyobb veszteség lesz neki az, hogyha a juhász gyerekek egyébként végigtarolják majd az Európai Ligát, mint hogyha bejutottál volna a parlamentbe. Ezt akartam mondani pont, hogy nekem a mostani német-magyar meccsen soha nem nézek meccseket. Egyébként most a gyerekeim miatt együtt voltunk, és néztünk több meccset is, és ez volt az érzésem, hogy most végre szívből tudok drukkolni, mondjuk egy a német magyarom, mert nincs ott az Orbán. És ez nekem a kár öröm, itt, itt, jön ki a mondás, hogy a legszebb öröm a kár örömnek. én tényleg azt az örömöt éreztem, hogy az Orbán ezt nem láthatja, ennek én őszintén tudtam örülni, még talán jobban is annak, mint hogy a magyarok hogy játszanak, pedig annak is tudtam ebben a kontextusban örülni itt mondom még egyszer, úgy, hogy egyébként nem foglalkoztat, és nyilván a szívem hazahúz ilyen értelemben. De visszakanyarodva Ronaldinho, csak egy mondat erejéig, hogy nekik is azt mondom, hogy a játék élvezete látszik azon a fickón, és inkább ezt a részét kapják el, ne azt a görcsös hát győzelmi kényszert, ahogy Rényi Dani fogalmaz a könyvében, ha már promózunk, ahogy ő írta le az, hogy az Orbán hogy verseng ma a politikában, mert szerintem ez a lényeg nekünk is, és így kanyarodok vissza a videócsatornához. Most csak itt nekem olvaszt, is a Még nem, de csináltam interjút vele, a Tilos Rádióban van ugye keddenként adásunk, és egy órás beszélgetés volt vele. Én a és volt. Én kicsit mondanám hogy fog majd érkezni is a csatornára, valamikor a nyár végén lesz vele beszélgetésünk a kötetéről, de ja, is egyébként és én sem tudtam még olvasni. Igen. Az is, amit most már még nem volt rá alkalmam. Igen, hozzá még nem jutott el, mindegy. A lényeg, hogy így kanyarodnék vissza a csatornára, hogy nekem ez az, ami élvezeti értéket is nyújt, tehát ami azt gondolom, hogy kényelmesen érzem magam abban az értem, hogy hasznos is vagyok, de nem is kell megfeszülnem abban, hogy ilyen kompromisszumokba kelljen belemennem, hogy mondjuk. Tócsabára kelljen pártelnökként vagy párt aktivistaként dolgoznom, hanem jó szívvel, tisztán, érdek nélkül tudom ajánlani Vajda Zoltánt, Jámbor hogy vagy hatáziákost, ha már akarod ezeket az endorsementeket. Nem, én, én de szerintem a jelöltek örülnek nekik, az ellenfelék meg majd elkapnak téged, hogyha arra van szükség. Térjünk rá arra, mit hoztál nekünk, vagy igazából mi az apropó annak, hogy most beszélgetünk. Na, ez is egyébként ehhez kapcsolódik. Tehát azokkal én azt kerülöm, hogy bárki politikus megjelenjen a csatornámon csak úgy. az is, de egyébként Hatházi Ákos vagy Vajda Zoltán, egy, sőt, Jánbor is volt, ha ezt nézzük. Tehát hogy ők végül is politizálnak és hát Akkor ne, nem, nem elkerülni. nem, de hogy ne, ne, tehát pártpolitikai ügyeket kerülök, igen, rosszul fogalmaztam. Tehát pártpolitikai ügyeket kerülök. Pont azt akartam mondani az ők nevük kapcsán, hogy ügyekben viszont hajlandó vagyok bárkivel együttműködni, amikor azt látom, hogy valós tartalom van mögötte, valós tevékenység, és egy hatházi ákossal való beszélgetésben merült föl. Nem mondom, hogy elsőre, csak ott vált az én fejembe komolyá, hogy létre kéne hozni egy olyan adatbázist, vagy egy olyan tudásbázist, ami feltárja, vagy olyan rendszerezik a Fidesz eddigi összes bűnét, mert hogy nagyon sok helyről jött már ilyen megkeresés, bevallom, amikor először informatikai oldalról jött, akkor az úgy nem mozgatott meg úgy nagyon. Segítenénk egy olyan rendszert felállítani, ami egyébként rendszerezése. És tudod, ez így egy ilyen... És a Hatázi Ákosról beszélgetésben talán az egyik kommentelő vetette föl, hogy, hogy jó lenne egy ilyen, miért nem működünk együtt. És én ott mondtam az Ákosnak, hogy, hogy lehet, hogy egy ilyen nem lenne hülyeség. De aztán rájöttem, hogy neki annyi dolga van, meg annyi egyéb elfoglaltság, hogy most ez marhaság az elején elkezdeni. Megkérdeztem a csatornán, hogy csinálnánk egy ilyet, rengetegen támogatták. Hát e, e, most számot keresek, hogy mennyi 40-50 között jelentkezhettek emberek, akik effektív munkával segítenének ennek a létre, létrehozásában. Van, aki programozói oldalról, van, aki tartalmi oldalról, mert hogy ügyeket tárna, fölkutatna és keresne, van, aki egyszerűen csak adatbevitelt vállalna, a grafikusok. Tehát egy csomó ember jelentkezett, és elkezdtünk megszervezni egy ilyet. Ez létrehoztam én, mint háttér egy non-profit KFT-t. Ezt most egy videóban pont talán milyen nap van ma? Jó, oké, okay. szóval csütörtökön számoltam be egy videóban most arról, most hogy. Más hogy, hogy jó, csak nem tudom, mikor megy az adás, ezért gondoltam, hogy. oké, okay. A lényeg, hogy. Akkor múlt hét csütörtökön, tehát beszámoltam, hogy hogy áll ez az ügy. Ez egy non-profit kftm az a célja, hogy ezt a, a bűnlaistrumot, illetve videók elkészítését professzionalizáljuk. Nem tudom, ez jó szó -e. De a lényeg, hogy első körben területi alapon uh, szűrve, vagy bocsánat, most kijelentem egy lépést, tehát, hogy elindul gyakorlatilag ez a honlap. Uh, meg elkészült, az, az bevalom az nekem egy fontos szempont volt, hogy maga a programozói munka az azért erősen bizalmi alapú, tehát kifér hozzá az a bejövő információkhoz és mindenhez. Mi Ott a a -e? uh, Nerpédia lett a neve. Nerpédia? Nerpédia. Hát ez gyakorlatilag Wikipedia egy Wikipédia alapú, vagy azt használó, annak a logikájára a nerbű ismertető van a I bázis? Nagyon jól leérted. Körülbelül igen. A, a Pédia azt hiszem inkább azt jelöli, hogy mindenkitől várunk bele adatokat, információkat, vagy gyűjtőmunkát akár. Tehát hogy egy közösség által összerakott bűnlelés legyen, de az, amit én vagy te, vagy bárki megszűr. Nyilván lesz mögötte egy olyan tevékenység, hogy jogilag megnézzük, hogy mi kerülhet föl, és mi nem a feltöltött anyagokból. Tehát lesz egy ilyen check pont, amikor hogy milyen jogilag az védhető vagy nem védhető az adott állítás. Miért van erre szükség? Mit, mitől tesz ez hozzá többet, mint a már megjelent rengeteg cikk, adott esetben tematikus sorozat? Ugye a legtöbb hírszájtól most már vannak ilyen tematikus aloldalak, tehát hogyha valaki kifejezetten mondjuk a ner kapcsolatos híreket akarja megkeresni, csak rámegy a nagyobb portal bármelyikére, beüti a keresőbe és megtalálja. Mi az, amit ti több lettként tudtok szolgáltatni. Hát, tartalmilag, meg ugye mondom, az ötlet az először informatikai oldalról jött, másodszor a hatházi Ágostalról beszélgetésből, de a harmadik része, és ez nekem egy nagyon fontos visszajelzés volt, amikor én elkezdtem, eh, legelőször talán Szolnokra eh, mentem el, ott volt, ott is egy személyes vonal, azt mindegy, hagyjuk ki, és amikor még beszélgettünk talán eh, akkor. És akkor kiraktam az első olyan anyagot a videócsatornámra, ahol egy-egy kis eh, terület, ügyeit soroltam föl, tehát most nem van egy csomó olyan anyag a videócsatornán, amikor nem új hírt hozok be, hanem egyszerűen összeszedtük azokat a, a, a hírekből az információkat fűzve, amitől értelmezhető az egész. Akkor egy-egy ilyen területet jártam körbe, rengetegen kerestek meg onnan a helyből, és hogy mondtam, nekem ez iszonyú fontos, hiszen vidékre lők elsősorban, hogy milyen jó, hogy ez van, mert ilyen összefüggően még ők se látták. Tehát magyarul az, hogy egy-egy információ megjelent 2013-ban, aztán 17-ben, aztán 20-ban, különböző témákban ugyanarról a területről, az egyáltalán nem garancia arra, hogy egyébként az ott élők tisztában legyenek, hogy mi ez a folyamat és hogy ér össze az egész. Tehát ez egy anonim Arról bejelentő beszélve... oldal egyben és egy ilyen területileg targetált adat összegyűjtő oldal? A bejelentő oldalnak rossz lenne, azt hiszem, és nem is igazából az, mert nem az a cél, mondom, hogy új dolgokat fedezzen fel, bár nyilván annak is örülök, meg hírértéket az generál, de hál' ennek ez most nem dolgom, vagy nem, nem ez az elsődleges feladat ilyen értelemben ezzel az oldalal, hanem összeszedni ezeket. Tehát, hogy nem az a legfontosabb, hogy jöjjön be új információ, hanem hogy össze legyen fűzve egy adott területről. Bárki, most tudod, visszalépve kettőt, választó szempontjából nézve, élek Karakósörcsögön szeretném látni, hogy itt kik a jelöltek, mit csinált a Fidesz itt. Puff, kattintok egyet, és kijön a Karakósörcsög mint első körben, ahogy mondtam, terület alapon fogjuk kirakni a, a, dolgot, hogy mindenki megtalálja, hogy hol él és ott még történtek. És első körben... El, már? Tehát az összes választókörzetre nem. lebontva? Nem, nem, nem. Tehát haladunk, ezt mondtam, nem az, hogy kész vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez folyamatos készülés lesz. Most ott tartunk, hogy a területek szerint a nyilvános adatbázisokból már egy csomó mindent le lehetett szedni. Például, hogy mennyi támogatási összeg érkezik egy-egy területre, kik az adott képviselők a területen, hány trafik pályázatot nyertek el, és kicsodák. És az van a cél, hogy ezeket kattingatva körbe járni. Tehát most csak megint egy nincs még így kész, rákatintasz egy településre, ott följön, hogy milyen ügyek merültek föl, milyen nemű támogatások voltak, milyen trafikokat nyertek, nem tudom, milyen agrár támogatások mentek a környékre, vagy a, nem tudom, kötődik-e oda egy valamilyen korrupciós ügyben felmerült cég telephelye, vagy bármi. Rákatintasz arra, hogy trafik, ennél a településnek, akkor az összes trafik, hogy hol voltak még trafikügyek. Ezekhez tartoznak majd nevek is, ugye. Böröc László, hány helyen nyert trafikot Böröc László, aki egyébként a belvárosban alpolgármester, vagy most már, igen, polg, most építik éppen valaminek, mindegy, de azt alpolgármester pillanatilag, vagy lehet most már országgyűlési képviselő, de nélkül, hogy ezek az emberek hogy és hova lépkedtek, aztán eljutunk személyekig, ugye. Tehát az a cél, hogy egy ilyen hálózatot lássunk, hogy a különböző cégek, hogy indulnak egy különböző pályázaton, mennyi pénzt tudnak elhozni, azok egyébként Érdekes lehet szerintem, és ez is kiderült már az eddigi munkából, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazok az üzleti körök jelennek meg a különböző megyei szintű vagy megyei szintű pályázatokon, tehát hogy mindig ugyanazok a cégek viszik. Oké, okay, uh, azt hiszem, hogy értem, hogy elég komplexek tűnik, ezt hány emberrel csinálod? Hát ez most úgy zajlik, ez mindig azon múlik, hogy hány, hány hogy mondjam, mennyi erőforrás áll rendelkezésre. Az alap, tehát a programozás rész az úgy tűnik, hogy az működni fog, ezt ők kértek, hogy nevet nem mondjak, de ott egy három-négy ember végzi el a programozói munkát, ők igazából egy csapat. Itt ne azt képzeld, hogy ők napi nyolc órában nekünk Persze. dolgoznak, hanem programozók, akik értenek hozzá és összedobják ezt a részét. Adatrögzítésre sokan jelentkeztek önkéntesek is, de most már úgy tűnik, hogy sikerül felvenni embereket, sőt, most már mondhatom, hogy fel is vettünk embereket gyakorlatilag, akik ebben segítenek. De van egy most neveket hadd nem mondjak, mert nem kértem senkit, nem gondoltam, hogy ez szóba kerül hozzájárulás. Ezt csak hogy... hogy nem kell egyszer elmondani, nem akarod kimondani. Jó, így, nem, a... nem, 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 csak hogy van, van, már olyan, aki összefogja az önkénteseket, tehát hogy koordinálja az ő munkájukat. Lehet uh, aki... Valaki... ha valaki szeretne be Persze, beszállni? Sőt, 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 sőt. Hol jelentkezhet? Ez egy kérdés, a legegyszerűbb a juhikukacjuhászpéter.eu e-mail cím, és akkor elér minden. Juhikukacjuhászpéter.eu így van. Az a legegyszerűbb. Hát egyébként, hogyha a YouTube csatornámra, még ne hagyj feliratkozik, ott mindig elmondom. Tehát hogy már azért is érdemes feliratkozni a YouTube csatornámra, hogy ezeket meghallja az ember. De igen, és a nerpedia.hu lesz az elérése ugye ennek a, a honlapnak. Ez nem merek konkrét időpontot mondani, mert ugye sokben az önkéntes munka, sok még a nyáron ugye mindenki megy el nyaralni is, de hogy ez szerintem heteken belül az első verziója jön, És van egy olyan jó hírem, amit én valakinek panaszkodtam, hogy egy nagynevű ember programozáshoz ért. Panaszkodtam a YouTube csatornám kapcsán, amit itt is mondtam, hogy kicsit ilyen túl organikusan indult. Tehát, hogy én egész picit képzeltem, és aztán itt hirtelen felnőtt, és mondta, hogy Péter ne egy meg ettől ez a programozásban egy teljesen bevett gyakorlat, hogy amikor 10%-kal kész vagyunk a, 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 hogy a vízió létrehozásánál, akkor már kirakjuk, mert hogy a józerek majd hozzáteszik magukat, és úgy alakul a programozás menete is, hogy Na ez is egy kicsit ilyen úgyhogy itt már büszkén vállalom hogy kívünk egy alapverzióval egyelőre településekre lehet szűrni és aztán ahogy jönnek be az információk ahogy jön a munka már úgy értem hogy önkéntesek számától függően anyagi erőforrás függvényében hogy mennyit tudunk áldozni rá. Az, tehát ez fogja befolyásolni hogy milyen gyorsan tud felépülni a dolog terv az, hogy videók legyenek mellette, erről beszéltünk, és ezt gondolom jobb talán, mondani, mondod, hogy videókat, én magam, amiket most késztek videókat, már azt gondolom, hogy ebben a be fognak ágyazódni. Tehát egy-egy településhez oda fognak kerülni, egy-egy személyhez, amikor egy személyről veszünk, oda fognak kerülni, egy-egy ügy, nem tudom, hogy a kínai vakcinákat hogy vették meg, ez egy kínai vakcina, kis tucnál föl fog pattan egy videó, hogy meg lehessen nézni és ebben keresek együttműködő partnereket is. És akkor hát mondani azt, hogy meg... azt mi a partner hogy nyilván vállaljuk, hogy az amúgy is készülő videóinkat, hogyha szeretnétek, akkor beágyazhatjátok a honlapra, és lehetőket őket használni, hogy az bárki egyébként szabadon használhatja, szokták is sokan. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen módon is terjed a partizán híre. Még arra is az tökönnek, hogy, hogy, hogy akár, és most ez nem egy ilyen ez egy megfeszített beszélgetés, nem tudom, de hogy tökönnek, hogyha ezeket néznénk, hogy, egy, hogy ki hol készít, hogy nem kell duplikálni, nem kell, nem tudom, és akkor egybefűzni, ugyanezzel meg fogunk keresni a hatházi Ákostól kezdve engedélyt fog kérni, most megint neveket nem, de akik civil szervezetek ezzel foglalkoztak, tehát azoknak üzenné minden nézőknél, a nézőknek, akik nálam szokták kérdezni, de miért nincs együttműködés, mások, hogy de van, az a cél, csak ez egy alapot meg kellett teremteni, vagy meg kell teremteni, hogy legyen hova együttműködni, mert hát valakinek el kell végezni azt a munkát is, ami nem annyira látványos, de iszonyú mennyiségű munka azért egy ilyen honlap összerakása. És mondom, kezdünk azzal, hogy a nyilvános adatbázisokból elérhető adatokkal feltölteni, és utána jönnek az önkéntesek által összített cikkgyűjtemények, és utána jönnek rádolgozva, úgymond azok az érdekes új információk, amiket a jövőben tudunk előhozni. Úgyhogy így. Jó, tehát akkor Nerpédia, érdemes nézni, mi is majd figyelemmel követjük, és ha lesznek fejlemények, akkor visszavárunk majd. Hát remélhetőleg nem ide, addig már lesz stúdiónk. Nekem e, tetszik ez. Nem olyan rossz egyébként, de mondjuk stúdiónak kevésbé alkalmas. Záró kérdéskör, hogy nyilván mindenki ezt kérdezi tőled, látsz elsőt a kormányváltás a 2022-ben? Igen. Én nagyon határozott. Igen Mit kell ehhez tenni szerinted? Hát jól dolgozni az ellenzéknek, szerintem. Az mit jelent? Hát én azt gondolom, hogy az eddigi legnagyobb hiba, amit szerintem az ellenzék elkövetett, hogy hogy mondjam, a hitelessége sokszor kikezdhető volt bizonyos témákban. Tehát én ezt pártelnöki nyugodtan mondhatom, hogy 2018-ban én nem éreztem az összefogás valós elszállását, mint pártelnök. Mi azt gondolom, erre mentünk rá egy kicsit, mi komolyan gondoltuk. Bízom benne, hogy ez változott, és ma teljesen az, de most, na, hogy mondjam, ha már ilyen vicceskedünk, akkor tehát például nem tócsabákat kell megnevezni, mert a hitelesség nagyon fontos, nem hatházi ákosokat jelöltnek, mert akkor az valóban érthető, hogy tényleg változást akarnak. Hogyha valaki olyan jelölnek meg, hogy ugyanazokat a játékszabályokat tartja magáinak, mint a Fidesz, hogy akár nem tudom, beléptet embereket a pártjába, hogy úgy szerezzen hatalmat, vagy akár lepaktál fideszes cégekkel, vagy meghagyja a korrupciós kiskapukat, hogy játszanak még, az meg nem De ha már megint elő az a Tóth szemét, azt, hogy kezeled, azt, a, azt a hogy kezeled, hogy tót mögé a Momentum kivétel az összes a konkrétan beállt pártostól minden estől? Figyelj, én úgy kérde, mint egy választó, hogy nem, nem, ezt, nem ezt várom el az ellenzéki pártoktól. Tényleg nem ezt várom el. És nem, nem, én, tudod, azért A Tócsa a körzetét, vagyok, az távol tartott az ellenzéktől? Nem, tá, nem tartott távol sajnos, de ezt a sajnos itt kétszer aláhúzom, mert az összeellenzékre akkor is szavazni fogok, de zuglóiként nagyon-nagyon meggondolnám, hogy akkor nem egy olyan pártra szavazok, amelyik uh, se, se, az. Tehát, hogy, mert, mert tehát, hogy mondjam, tehát, vannak szintjei. Engem nem, nekem megint mázlista vagyok, hogy nem ott élek, mázlista vagyok, hogy összefogott az ellenzék. Én nagyon nagy szarban lennék, hogyha választom kellene a pártot. Nem tudnék. A miniszterelnök jelöltek közül van-e olyan, aki számodra szimpatikus, akár több is, mondhatsz több nevet is, aki ki adnád ki? a szavazatodat? Én mindegyikre adnám a szavazatomat, hogy megnyeri az előválasztást. El fogom menni előválasztani. Nekem most hogy mondjam, nem akarok ártani se neki meg e, semmit, de hogy e, aki az én e, hozzám a legközelebben áll abban, amiket mond, az pont nálad láttam és végignéztem. Én támogató vagyok természetesen, mindenkit felhívnék, hogy támogasson, már csak azért is, hogy láthatja a adásokat. Én a, a Márkizai Péter interjút végignéztem a vágatlant, és nekem ittam a szavait. Úgyhogy teljesen más honnan jövünk, teljesen más. Gondoltam, hogy gondolunk a világról alapvetően, nem beszéltem vele soha személyesen, de nekem ő az, aki nem volt szava, amivel ne értenék egy, ne egy, egy, gyakorlatilag. Tehát akkor és azt mondod, hogy MZP-re fogod adni a szavazatodat az első fordulóban? Én valószínűleg egyébként igen, ha már így kihúzott belőlem, bár nem, kifejezetten nem akartam ilyet kimondani, de... Tehát gyakorlatilag média szereplő vagy, tehát hogyha ennyire ki veled húzni valamit. Jó, a, a, jó, akkor elmondom a másik felét is, amit szintén nem akartam, és kérdezi, hogy nyilván nyilvánvalónak tartom, hogy nem ő fogja megnyerni az előválasztást ugyanakkor, amivel félek, hogy ártok neki ezzel de ha már akkor mellé rakom, hogy szerintem azt kéne, hogy ő nyerje meg, mert ő az, aki ténylegesen meg tud szólítani másokat is, de nekem nem ezért fontos, én nem ez a taktikai szavazó vagyok, hogy kit szólít nekem az értékrendemet ő képviseli. Tehát végre van olyan, aki képvisel az én értékrendemet. Az van én. olyan miniszterelnök jelölt, aki, hogyha megnyerné végül a második fordulót, hogyha lesz, tehát aki végül egyébként az összellenzék jelöltje lesz. Neki nem de már tovább nincs. Tehát, hogy nekem a Fidesznél rosszabbat nem tudsz tehát bárki, mondani. Lesz is, bárki lesz is. Bárki lesz. Bírja a szavazatodat. Igen. Jóász Péter, nagyon köszönjük, itt voltál, élvezd a nyaradat, illetve, hogyha lesznek majd fejlemények a NRPD-a kapcsán, akkor kérlek, hogy gyere majd vissza, várunk szeretettel. jövök, akár minden nap. Ez volt a beszélgetésem Juhász Péterre, Mindenképpen kövessétek a csatornát, belinkeltük egyébként ide a leírásba, hogyha eddig nem tettétek volna meg. Ott is hetente, akár több tartalommal is találkozhatok, illetve látogassatok el Juhász által kezdeményezett NERPédia oldalára is, ahogy azt elmondta a Juhi, eléggé átfogó információkat lehet ott föllelni, felmenő rendszerben, tehát folyamatosan bővítve az adatbázist a NER elmúlt 10-11 évének, hát igencsak visel dolgairól. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, meg fizessetek elő a Partizánra, hogy azt Juhi is mondta, mert valóban exkluzív tartalmakat láthattok ott, most még nyáron is, mert a vágatlan verzióit a nagy továbbra is ott publikáljuk. Ha pedig nem szeretnétek előfizetni a Partizánra, akkor mindenképpen más formában is van lehetőségetek hozzájárulni a működésünkhöz. Van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal fiókunk is ezeknek az elérhetőségét, vagy hát ezeket az információkat bővítve is megtaláljátok a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, egy Facebook csoportunk, utognak Partizán Társakba a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtaláltok vagyunk a nagyobb podcast platformokon is, ott Partizán néven találsz meg, akár Apple Podcaston, Spotify-on és így tovább, illetve az Instagramon Partizán Politika az a név, amelyen keresztül elérhetsz hozzánk. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!